Július 22-én csütörtök reggel rajtolt el a Magyar Vitorlás Szövetség legnagyobb versenye. A kékszalag Európa leghosszabb tókerülő megmérettetése, amelyet először 1934-ben rendeztek meg. A szervezők tájékoztatása szerint 556 hajó nevezett a Balatonfüredről induló tókerülő versenyre. A hajósokra 155 kilométeres út vár. A 48 órás szintidő alatt érinteniük kell Balatonkenesét, Siófokot és a Tihanyi szorost, majd pedig Keszthelynél fordulnak vissza. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a résztvevők mérsékelt szélre számíthatnak. Az 53. kékszalag július 24-éig tart.